Ha nékem egy rettenetes szokásod, de ha bort iszom, a pálinkát kívánom. Erre még az öreg apám, öreg apja tanított, aki még a hordóval is kocintott. De erre még az öreg apám, öreg apja tanított, aki még a hordóval is kocintott. Beleesett egy kis légy a boromba, nem veszem ki, nem vagyok én garomba. Lecsúszott már ha tökör is, hát az a légy mi tárcsot, ha jó Isten tartsa meg a szokásot. Szombat este haragszik rám az asszony, hazamegyek én azonnal elaszom. Nem alszom el, csak a szemem lehúnyom, hogy ne lásson, ha jó Isten tartsa meg a szokásod. De nem alszom el, csak a szemem lehúnyom, hogy ne lásson, ha jó Isten tartsa meg a szokásod. Azt a kutya minden itt a világ, rosszabb életem van, mint a kutyám. Mert a kutya lefekszik a szénába szama, én meg csak úgy bolyongok a világban. Azt a kutya minden itt a világban, rosszabb dolgom van, mint egy rossz bolhár. Mert a bolha bebújik az ingvába, gatyám, én meg csak úgy kaparászok után. Jó napot kívánok valamennyiüknek! Bogácsközség önkormányzata nevében nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hozzánk megérkezett csapatokat, akik arra vállalkoztak, hogy kolbászt töltenek ma itt ma délelőtt, és meg is sütik nekünk ebédre, valamint arra is vállalkoztak jó néhányan, hogy finom rétest készítenek, és itt az udvar közepén álló fűthető kemencében igyekszünk majd friss ropogósra sütni ezeket a réteseket, és remélem, hogy a mai napon senki nem marad éhes. Ha a kolbász és a rétes nem lenne elég ezen a kamramustrán, akkor mi a bogácsiak kétüst káposztával, hagyományos bogácsi húsos káposztával készülünk, és nagyon reméljük, hogy nem csak a csapatok tagjait kell jól lakatnunk, hanem nagyon reméljük, hogy sok vendég is érkezik hozzánk. Általában szoktak jönni, és ez megfigyelhető, hogy 11 óra és 2 óra között igen sokan vannak, akkor éheznek meg az emberek, és tulajdonképpen ennek a kamramustrának az is lenne a lényege, hogy hagyományos ételeket kóstoltathassunk, össze tudjuk hasonlítani, hogy a különböző tájegységeken hogyan készítik konkrétan a mai napon a kolbászt, és ugye a 7. alkalommal kerül megrendezésre most a kamramustra, igyekszünk minden évben valami kis színt vinni azon kívül a rendezvényben, hogy a kamrákat kiállítjuk és megnézzük, hogy a különböző tájegységeken hogyan, milyen élelmiszereket tároltak télire a háztartásokban. Ezen kívül igyekszünk mindig valami újjal is kedveskedni, és ugye a rétes az elég jól bevált nekünk tavaly, úgy látszik sokan szeretik, mi magyarok szeretjük nagyon a rétest, különböző féleképpen tudjuk készíteni, és azért, hogy a férfiaknak is kedvezzünk, ezért találtuk ki most erre az évre ezt a kolbásztöltést. Nagyon remélem, hogy mindenkinek ízleni fog az ebéd majd, és egy kellemes, jó szórakozást ígér a mai nap, hiszen sok-sok fellépővel készültek a csapatok, mi bogácsiak is nagyon készültünk, úgyhogy remélem, hogy az idő ellenére egy kellemes napot fogunk itt együtt egymással eltölteni. Kívánom mindenkinek, hogy lakjon jól ma délben, a finom ebédnél. Kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát, hogyha melegedni kívánnak, akkor a kamráknál vagy a rétes készítésnél bent meg tudnak melegedni. Egyébként pedig szét tudnak nézni, hogy a helyi termelők is milyen portékával készülnek. Igyekeztünk színes programokat is szervezni, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok mára. Köszönöm szépen! Thank you.
Sok szeretettel köszöntöm én is a zsűrinél a kedves csapatokat, versenyzőket, megjelenteket egyaránt. Mint ahogy a polgármesterünk mondta, késődő folyamán remélem tömegek fognak jönni, mert mindenki kíváncsi arra. Most Bogácson egy igazi hagyományőrzés történik. Mindig az volt a vágyam, hogy a hagyományokat átörökítsük, bár sokan mondják, hogy a hagyományokat nem kell őrizni, azt nem kell ápolni, mert nem beteg és nem rab. De igenis, tudomásul kell venni, hogy a mai idősebb középkori korosztálynak át kell adni a tudását, pláne a gasztrometerek területén. Azokat a régi népies ételeket, amit dédmamáink csinálták, most mutassuk be, adjuk oda. Ezért találtuk ezt a kamramustát, ami híven tükrözi azt, hogy mi is volt régebben paraszti házaknál. Nem csak a paraszti házánál, kis falusi kamrákban, vagy konyhákban, vagy akár a spajsznak hívták legtöbb helyen ezeket a kamrákat, ott eltették az egész térje valót. Nagyon okosak voltak az őseink, mert sok minden érdekességet, nem csak az ételeket, hanem a gyógynövényeket is begyűjtötték, és a kamrába a polcokon sorakoztak. Nagyon érdekes volt az, hogy hogyan tudták átvarázsolni az ételeket, mondjuk például zsíros gödönben a sült kolbászt, akkor zsírral eltakarták. A disznórészkora mondjuk mindig decemberben, januárban, februárban történik, nagyon sok tepertünk megmarad, de már végén már untunk, de a zsíros gödön legaljára mindig a tepertő kerül. Tettünk rá zsírt, azt tartósította, majd tettünk rá egy kis sült oldalat, megint egy kis zsírt, az megdermett, és a végén a sült kolbászt. És a megdermett is egészen tavaszig, márciusig, áprilisig kitartott, és bizony, hogy fogyott a zsír, egyszer csak a sült kolbász előkerült. Ahol tovább fogyott, egyszer csak előkerült a sült oldalas. Micsoda kincsek voltak annak idején, és még a mai napig is nagyon finomak az ételek. Érdemes bemenni ide, megnézni a kamrákat, 8-10 helyen állítottak fel kamrákat. Nagyon érdekes dolgot láttam. Figyelemmel kísérik azt, hogy mennyi gyógynövény van. Némelyik helyen még láttam a spajzba, vagyis a kamrába, még egyébként is ott kóstolta pontosan a diót. De rengeteg régi eszköz halmaztak fel. Én örülnék neki a fiatalok, mert nagyon sokan vannak Bogácson kirándulók, elkerülnék és meglátnák, és ezeket magukévá tennék. A kamramusta mellett ugye elfelejtkeztünk a kocsonyáról, de mi nem, itt leszek a kocsonyák, megtekinthetünk. A zsűri azt majd olyan 10 óra körül, 10 óra 30 után megkóstolja. A kocsonya egy régies, népies étel. Mindig is mondtuk, hogy azért népies a kocsonya, azért vagyunk rá büszkék, hogy magyarok, mert mi fokhagymát teszünk bele. A világon mindenhol készítenek ilyen zselés, kocsonyás jellegű étel, de az nem kocsonya. Mi úgy tudjuk, hogy a kocsonyát, aki 2 óra szat megtölni, az még húsleves kategória. Kocsonyát bizony 5-6 óráig, 8 óráig, van, aki 12-ig főzi, szép lassú fűzön, és bizony a végén is bele kell csempészni még egy maréknyi fokhagymát, hogy meglegyen a bizonyos fokhagyma íz. Az már kérdés, hogy most füstöltből vagy nyers csülökből csináljuk, de legyen benne kis bőrke, egy kis köröm, ami megzserésíti, megkocsonyítja az anyagot. A kocsonyák mellett ugye most már házi kolbászokat is készítünk, itt helybe fogják keverni, ugye ne felejtsük el, hogy a magába, ha a húst megdaráljuk, az még eléggé nem volna kolbász, bizony 30% zsíradék is kell hozzá. Ezt megfelelően a mesterek, akik csinálják, most remélem minden sátorban mester van, tudják, hogy hogyan kell keverni, és milyen fűszereket kell adni hozzá. No, ezeket fogjuk majd ellenőrizni, hogy 11 óra 30 szorokor sütik. Itt nem álltunk fel sorra, de ki milyen időben van kész, és akkor megsüti, és a sütés után a zsűri 2 kis darab kolbászikát kér megkóstolni, hogy tudjon rangsort tenni. Ugye az volt a feltétel, hogy mindenki hozzon egy száraz kolbász, aki jelentkezett a kolbásztöltő versenyre, mert el kell mondanom, nagyon kevés ilyen nagybelülő önkormányzatnál, ahol megfordulok, ahol 10 kiló húst adtak a versenyzőknek. Szinte csak azért, hogy kóstoltassák. Nagyon ritka hely, valószínűleg gazdag önkormányzatnak vagyunk, vagy polgármester azt, hogy nagyon kitett magáért, de ritka helyen annak ennyit. Mutassuk meg, hogy milyen kolbászokat tudom csinálni itt házilag. Ugye ne felejtsük el, hogy ha sivaló kolbászt csinálunk, akkor a sóval vigyázni kell. Kevesebb, ha füstöljük, akkor több sót teszünk bele, mert akkor kiszárítja. Itt is vannak ilyen szakmai fogások, tudások, hogy miket kell tenni a kolbászba. És akkor egy pár szót a rétesről is. A réteset most 4 kategóriát állapítottunk meg. Ugye mindenkinek fontos, és hogy egyforma legyen, túrós, édes túrós édes kell csinálni. Ez egy kategória, aztán mi további édes rétes kategóriát sájtunk fel, ahol mindenféle tölteléket lehet használni. Van egy új kategória, sós rétes. Nem tudom, ki hallott már róla, abszolút cukor nélkül használják. Túróval, törburgonyával és egyéb módon készítik el, ez is érdekes lesz. Lesz egy másik kategória még, ahol egyéb jelleggel minden más réteseket be lehet mutatni. Tehát tavaly például volt pacalos rétes, pörköltös rétes, gondolom most is lesz valami meglepetés számunkra. A zsűri elkezdi munkáját, és még egy feladatom maradt, hogy bemutassam a zsűrit. A körünkben nagy tapsot kérek, csendesni Dolina Marginnak.
ő a fék fejjelenségi fékmester. Tibor barátomnak, ők a szakképzőiskolában kaptanál. És én Csepneki László, a Szabadtéri Tudományegyetem kancellárja. Mi fogjuk a zsűrit ma zsűri munkát elvégezni. A paradicsom mai a zsűri megdobálására nem javaslom, nagyon drága paradicsom, akkor valami főtojással, ha lehetne, az a dobálja meg minket. Köszönjük a figyelmüket, türelmüket, mindenkinek jó munkát, jó szórakozást kívánunk! Köszönjük szépen, kedves vendégeink, a szavakat, a megnyitó szavait, és nem sokára jön tehát majd az első csapat, a Bogácsi Páva kör, aki énekelni fog nekünk. Köszönjük szépen, elindult a verseny, nem kell elmenni sehová, hiszen egy nagyszerű dalcsoklót fogunk majd hallani, a Bogácsi Páva kör jó voltából. Váljon el éjszakára magához.
világon. Köszönjük szépen a Bogáti Pávakör. Nagyszerű dalcsok rá. Kedves vendégeink, most a tornateremben folytatódik, majd Manci néni már megyen, aztán be fogja nekünk mutatni azt, hogy igazából hogyan készül a rétes. Thank you.
Olaj. Az olaj után mi következik? Egy cukrodú, egy
Tehát cukor. Nem sok. Mert a szúró is éljünk. Vigyázzunk arról, hogy nehogy aztán magas legyen, de cukorbetegek lesz, hogy az. A tudóban már van téve egy kis cukor? Van, van egy tojás. Tojás is van. Egyenletesen elosztjuk a szúró. Ez bele fog menni? Megindulnak, tudod, ennyi? Nem, ez egy kiló. Szerintem a fel, nem? Egy fél kiló körülbelül, ugye? Jó, elég. Az sem jó, túl sok benne a túl, igaz? Csak most jön a hajtás? Igen. És figyeljünk meg, tehát ezért kell a konyhanudnak. Ugye? Jó mondom, Hanciné, konyhanudnak. Igen, igen. Tehát az egy nagyon fontos kelléke. De legjobb a vászló. Bászol, igazi? Most hajtsuk főzni. Most jön a hajtás. Hát, nem is lássuk, ki fogok éppen magadat. Ugye? Nem lássuk, hogy lyukas fogok éppen. Én látom, de... Itt hamarabb fog, de azért a fél órát azért azt tartsuk, én azt mondom, meg nem kell olyan őrült meleg. Nem kell olyan nagyon sietni. Nem kell. Uram, tessék megnézni, hát ez nagyon jó. Ezt ketté vagy három felé vágják? Attól függ, milyen nagy a tetszik. Hát a mi karakter színe ugye három felé. Kalapkutásak, szókisak, négyesek, sonkásak. Sonkásak? Kolbászok? Hátom is, hogy itt felé. Tehát csonkása, így van. Már én azért, hogy gyorsított. Ez egy drága sütemény volt, nem? Vagy drága 28-6 kiló. Sok. És az utolsó fázis, ugye most el... elvágtunk kettőben. Igen. Tehát a tetejét olajjal, tojással, dobogós lesz, illetve szint ad neki. Lehet ebből lenni? Már lehet. Jó, szerintem sokan arra vártak. Tehát Mancini csak elkészített a rétet. Majd egyébként mondom, az étteremben. A főnökök azt mondják, az étteremben lett a rétes. Hogyan mondják, hogy nem menj a rétesre, elkísérünk a sútába. És ennyi egy 4-12-kor a nagy színpadon a Nyíregyházi csoport. Az étteremben indult 11 órakor a rétes készítő verseny. Keverjetek! 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 Keverjetek!
Paci, nem az kellene, hanem akkor palac kéne. Már próbáltuk, hogy a kapott hívni, vagy mindjárt szerint. Zsolt, hát tessék. Kamera, ami most veti fel, fel, az... Kötény. Lehet újra venni az egészet. Kötény nem volt. Szép idő. Én azt mondhatom, hogy nagyon jó. Az időjárás lassan mindjárt süt a nap. Lehet, hogy nem érte valahol biztos, hogy fogsuk. Visszahozza a hatalja a testet, vagy annál imádja.
okortanyát. Igazi kirpát. Néptánc. Sokat láthatunk. Köszönjük szépen. Na, ugye, hogy nem fázunk. Mondtam el, hogy jó idő van. Hagyom tehát a Tündér Rózsa Néptánc Együttes és a Somogyi Táncokat folytni.
megtalálom én ebben a csűrben. Kezik lábát összekötöm a füstekről persze. Még egyszer megtalálom én ebben a csűrben. Kezik lábát összekötöm a füstekről persze. Egy ingem, egy gatyám, mégis kevén vagyok. Tele van tetűvel, alig maradt halkunk. Nosz a tetünk, szóval nem hozunk a ránkba. Megfogom a fél lábodat, tudom a lakasságba. Nosz a tetünk, szóval nem hozunk a ránkba. Megfogom a fél lábodat, tudom a lakasságba. Erdő is van, ma kis van, majd megfizik a kis hangba. Megfizik, levágom, jó lesz babám a nyáron. Ha megfizik, levágom, jó lesz babám a nyáron. Szűrünk volna tarisznyám, mindjárt megházasodnám. Szűrünk sincsen tarisznyám, meg sem házasodom ám. Szűrünk sincsen tarisznyám, meg sem házasodom ám. Ingen gatyám, te szennyes, magam vagyok szerelmes. Ingen gatyám, eladom, mégis megházasodom. Ingen gatyám, eladom. Tündér Rózsa, Népszent Együttes.
Thank you.